Hello! Jó napot kívánok, üdvözlő csatornán! Egy különleges résszel érkeztem ma, ami nem is rész, hanem egy videó. Szevasztok, gyerekek! Üdvözlő csatornán, ki már megérkezett? Na várjatok, gyerekek, hát ma különleges epizód lesz, mivel itt van velem egy ilyen szőrös mókus. Egy szőrös mókus. Sondor, köszönj a nézőknek! Hello, sziasztok, mi újság van? Tudjátok, hogy a kutyátoknak az illata mihez hasonlít? Hát az nem máshoz, mint a pattogatott kukoricához. Legalábbis annyira pattogatott kukorica illata van. Hát most nagyon felkérezkedett ide az ölembe, úgyhogy ezzel fogtuk egy együtt élni, hogy a képernek a ölébe lesz a kutya. Na, skacok, figyeljetek, akkor teszteljük már le ezt a játékot, mert miért ne? Nyomunk egy new game-et. Remélem, hogy a hangerő meg minden jó lesz. Elvileg ez nem más, mint egy ilyen tipikus House Flipper játék. Mindig óckodtam ezektől a House Flipper játékoktól. Jó pár fajta már mögjelent, de ez nem más, mint egy farmos House Flipper játék. És úgy gondoltam, képer, hogy ez tematikájában nagyon is kapcsolódik a dolgokhoz, a csatornához, ezért veressük egyet neki, mint a Vörösegyházi. Ízével mostal kell mozogni, gyerekek, hát csodálatos. Na, tényleg, mi ez az zúgás? Mi ez a börgés, morgás? Sanyika, te meg feküdjél el, itt álljál, mint ló, fasz a lakodalomba. Kimondtam, vagy csak gondoltam? Na, hova kell menni, mit kell csinálni? Bekövetni a izéhez, el kell menni. Hát Sándor az most így rám feküdt, gyerekek, úgyhogy a szuszogás hallatok, az nem a képőr, hanem a sata. Azt a bőtjár. Be kell jutni, aha. Be kell jutni, de nem. Oké, okay, de be kell jutni a barnba. Hát ez mi szétkölver, nem? Ó, destroyolnom kell, hát már aha, jó, oké, kiütöttem. Gyerekek, oda nézzetek, van forgalom! Hát azt meg kell nézni, fel meg kell verni néhány emberkét. Na, erre kíváncsi vagyok, hogy rendesen ki lehet menni az útra. Fogadjuk ne meged, ott megy egy traktor. Azt a bőtjár, gyerekek! Hát menj csoda traktorok, ilyen, így fölmegy az útra? Hát nem szabadna. LOL. Ja, jó, meg van csinálva, így nem fúj a szél, nem forog a izé. Nem forog a cucli-bucli. Jó, a gyerekek, egyébként annyira nem csúnya a grafikája ennek a játéknak, nem tudom, milyen engine-re csinálják ezeket a House Flipper játékokat, nem tudom, ti ezeket szeretitek? Mert egyébként elég nagy keletje van ezeknek a felújítós játékoknak, Keeper tényleg ennek gyakorlatilag eléggé kimaradt az életemből, de nem azért, mert nem találkoztam vele, ja, aha, nem azért, mert nem találkoztam vele eddig, hanem egyszerűen... Ne, mit kell a létrával csinálnom? Hova kell? Egyből fölküldenek minket a tetőre! Hát az édes anyjuk úristene. Hogy megyek föl a tetőre, gyerekek? Várjál. Mutassa. Oda tudom rakni a létrát, vagy oda? Ha? Oké. Okay. Go up. Jó, és akkor mit kell csinálni itt a gyerekek? Azt a hallott, hova fölvásztam? Világ végére. Big Hammerrel kell destroyolni. Hol tűnt a hammeröm? Az meg lehet maradt? Vagy hol van? Aha, megvan a hammeröm. Na jó van, hát ez komoly. Micsoda hangok? Nem hangos ez, gyerekek? Leesek innen, de kitörik a lábam. Meg lehet itt halni? Ez miből volt? Ez mi ez? Cserép? Vagy valami pala? Milyen szépen leverjük? Mint vaka poharat? Mindent le kell verni? Hát de hogyan verjem? Lehet le fogok esni, tesó. Ah! Lol. És komolyan le kell verni az összes izét? Halát. Le fogok esni. Csúszok lefele. Hello. Au! Megakadt! Beakadt ez a csodálatos játék. No. Nem hülyéskedem el, nagyon komoly dolgok vannak itten. Valaki bírja ezeket a játékokat? Egyébként ezt ilyen, megmondom őszintén, ilyen csajoknak tudom elképzelni, hogy azok nagyon szeretik. Mindig ilyen szimszes építkezés. Nem mint hogyha én ezt nem szeretném, nagyon szeretem a szimszes építkezést. Legszívesebben csinálnék egy Sims sorozatot a csatornán. De tudjátok, mit Sims 1-jel összes kiegészítővel, az úgy adná. Mi durrog be ezek? Kitört a lábam? Azt a... De miért akad be? Azért annyira nem kéne valakadni. Jó, nem olyan csúnya grafika. Felraktam már ultra high-gra mindenre, hallod? Oké,
97% valahol nem hagytunk egy izét, egy palát. Hol van egy pala? Na, valami legyen, ma van egy pala. Valahol elhagyta egy palát. Hol? Hol hagyta el a keeper a palát? A papalát! De most tényleg hol hagyta be? Ha, ott van a sarkon a... Ez az megvan, destroy volt. Oké. Hova követni, mit kell csinálni? Már figyelj, hármas szintűek vagyunk, gyerekek. Mindjárt új skilleket tanulhatunk. Itt le... Figyelj, ott leugrok. Bírja a csávó nagyon? Mi vagyok én, pauk ember? Hova kell menni? Uff, micsoda fények vannak, gyerekek. Azt a... oda nézzé. Aha. Cserepet föl kell szedni, de most... Meg kell az összeset. Zseblámpa nincs, vagy sötét van minden. Aha, és akkor így, azt mondjátok, hogy cserepenként köfölraktam a palát. De azért komoly dolgok van. Oda nézzél, hogy ízé, van láncfűrész. Van Damilós. A kalapácsnak ott a helye, vissza kell pakolni gyerekek a dolgokat. Ó, oh, nem is olyan rossz az a játék, én azt hittem, hogy ez... És ott még vannak izé épületek. A traktorok meg lefövednek. Jó, azt hogy kell ezt felrakni? Remélem nem cserepenként. Ne! Menj az anyád! Cserepenként rakjam föl! Gyerekek, szórom neki. De figyelj, most olyan oda lejjebb, oda nem kell? Csak ide kell? Vagy mi van? Bazza, hallod? Én nagyon profi cserepes vagyok. Mikor? Ilyen nem lesz? És az inventory-ból szelekteljek egyet, hoz ki van. A gyerekek, még van 512 cserép, hát úristen. Innen messzi elálltok. Hol van a Mari? Adjátok elő a Marit. Szűzlányokat ide nekem. Jó van, na, kisúszott. De Isten, és oda alulra azt hogy fogom fölrakni? Szóval leágódok. Feljebb elállok előre a földbe. Gyerekek, tiszta Minecraftba vagyok. Szép új cserép lesz, remélem, hogy izé. És mit fogok kapni, hogyha ezt megcsinálom, gyerekek? És egyébként ingyenes a játék, legalábbis demo verzióban elérhető. Azt bírom, hogy újabban ez ilyen nagy divat, hogy ilyen demo verzió van. Régen volt ugye ez nagy. Ó, ne, hallod, nem tudok lemenni, ne szórakozzál velem. Itt folyamatosan csúszik lefele, itt ilyen izé van, nehezítés van. Na, azt akartam mondani, hogy régen volt divat, hogy demo CD-k voltak, meg demo. Na, Sanyika le akar ugrani. Figyelj, a fejhallgat, hova ne vidd magaddal, gyerek! Gyerek! Vegyi, oda ugorját, úgy azt a rohadt életbe. Bocsánat, hogy itt egy közjáték volt, de Sanyinak az a Máriája, hogy az ölebbe akar ülni. Egyébként annyira meg van őrülve, értem, hogy állandóan a gyereket csinál. Csinálgat, remélem nem hangos a játék. Lehet, hogy egy icipicit lejjebb húzom, várjál, hogy... Nehogy véletlenül lehagyjátok a képer csodálatos... Beszédj itt! Ez a Terike szobája? Ez anyué? Itt lakik a Zangi Lali? Na, menjünk ma! Úristen, gyerekeket, erre mindennel számítottam, csak arra nem, hogy egyesével kell felraknom baze... 500 darab cserepet az izére, a tetőre. Oh, te Isten, hallod? Mikor gondoltatok erre? Ezek a House Flipper játékok, ezek ilyenek? Mert ugye úgy van elvileg, hogy házat kell venni, nem? És akkor fel kell újítani. Mondjátok el, hogyha hülyeséget beszélek, mert az előfordulhat. Én annyira nem vagyok benne ebbe a témába. Azt hiszem Barános Joe. Barános Joe, még az, régebben azt hiszem, hogy játszott ilyennel. Ő jobban bírt, vagy bírta. Mert nem azt mondom, hogy jobban bírta, mert én már semennyire. Mert nagyon nem is próbáltam. Én mindig óckodtam tőle, hogy kicsit olyan... Mondjuk nem rossz, ugye el lehet, ez ilyen chilles játék, nem gyerekek? Tekelsz egy spanglit magadnak, vagy iszol egy izét, egy konyakot, mint egy üvegge, vagy egy jó bort, aztán akkor így elcsillezgetsz, nem? A nap végén. Főleg, hogyha izé, hogyha ilyen tetőfelő vagy. Erről eszembe jutott egy víz, gyerekek, amikor... Na várjál, közelebb kéne ülni, mert ki vagyok a fényből, nem? Vagy... Azt se tudom, hol vagyok már. Na! Amikor a nőgyógyász megy hozzá, vagy nem úgy van, nem úgy van, hanem a nőgyógyász kérdezik a...
Ez könnyű volt. Hát az édes agyát szemi volt könnyű. Na, azt akartam mondani, amikor a nőgyógyász ugye megy a... Vagy kérdezik a bíróságon, hát miért ölte meg a parkba azt a nőt? Mondja meg! Hát doktor úr, bíró úr, én 12 óráztam, lenyomtam egymás után 7 napot, nőgyógyászként, és akkor elém ugrik az a nő a parkba, hogy harok neki egy 500-as, megmutatja a pirámat. Vagy a piráját. Ja, úgy. Jó, hát ezt nem akartam kimondani, ezt a szót, hát kétszer is sikerült, ugye? Jó, jó, olyan szörös vagyok, mint a szörös tökű elefántok. Jó van, na! Tudjátok, mi volt? Máma jól tértem haza a munkából, aztán gondoltam, valami jó chilles játékot keresünk. Kipróbáljuk? Nem mondod, hogy a tojásokat össze lehet szedni, és ez egy tojástartó köldeke. De hova kell mennem? Na mi ez? Heavy? Trashbag, jó van, akkor összeköszednem a szemetet, aztán hol? De ez egyébként elég ilyen fülbe, vagy szájbarágos, nem, hogy így minden mutat. Így azért nem egy túl nehéz, vagy érted, vagy nem tudom. Na, ez megtelt. Hova rakjam a trash? Aha, itt a szemetese. Oda nézze, beledobom! Beledobom! Ez nem trash! Ilyeneket nem dobunk ki, ez nem Magyarország, ilyen ládákat. Ilyeneket mindent elrakunk, meg a nylon zacskókat, tudod? Ezeket minden kell rakni. Műanyag doboz, nylon zacskó Magyarországon, az kell. Hol van még szemét? Nem látok több szemetet. Ennyi volt? De ez nem volt csak. Először még ezt kell megcsinálni, ezt a bunk. Hát nem sikerült beledobnia. Na most itt belebugoltattam a világ. Még van. Valahogy nincs több trash bag, akkor az igen jó lesz. Mi van most? Mit mutatsz? Még clean up-oljak, csak az összes... Nincs, várjál, menjünk el, vegyünk, tépjünk még. Hát elnézte a kép, van $100, hát el vagyunk keresztve rendesen, hallod? Ha mit akarunk ki felújítani? Nincs több! Jaj! Na, hát akkor lehet, hogy megszívtuk. Hát itt kell erre összeszedni a szemetet. Vagy mi a tévét, az kézbe, vagy hogyan? Hallod? Sikerült bebugoltatnom a játékot, szerintem van egy olyan érzésebb, gyerekek. Mert nincs több szemetes zsákom. Szálljam, most akkor mi van? Nincsen több gyerekek. 1-es, 2-es, 3-es gab. Jó, van, sikerült megoldani a keepernek a projektet. Kidobta a szemetes zsákot üresbe. De elhiszed el, hogy ilyen, hogy lehet keeper. Ne! Azt nem hiszem el komolyan. Tényleg megcsináltad. Nem tudod összeszedni a szemetet, volt itt még szerintem. Az mi? A kikok vannak-e? Az igen, itt azért... Röpülj! Szabad vagy! Eleged, kiviszem az útra, kidobom egy traktor elé, hallod? Ezt ki kell próbálni. Kidobom egy traktor elé a tikot. Nem szok távolítani. Figyelj, még mocorog, járkál. Az igen. Jerry. Na, a traktor elé. Gyere vissza, mert elüt az autó! Nem tudom, azt a betyár nem tudom izajni visszahozni, mert én nem tudok kivenni addig. Erre gyere! Földi for a traktor, jön valami, bazza, neked véged van, tik. Hogy valamit csináljál magadna. Jaj, én hülye. Várj, hozok még egy tikot. Hát ezt ki kell próbálunk, gyerekek, ne haragudjál meg. Na most már, itt a tik. Ez jó, messzire dobom. Ez hova tűnt ez a tik? Ezt kidobtam a... itt van, mit kereső itt? Mennyi! Te azt nem tudom, hogy sikerült-e csorra varra. Orra né... Hát dobtam az uton a tikot, bazze. Jó, jön a traktor!
Bír! Jó, mind a kettő tyúknak elvileg beszéltek volna, hát azok tudod, hogy nem fognak ezek után. Van postaláda. Jaj. És alternatív megoldást kell kitalálnom arra, hogy a szemetet eltüntetem, nem tudom, fögyújtom. A tikok azok mindenfelé vannak, lehet őket haigálni. Fölöbom a tetőre. De hogy meg lehet csórni a tikot? Figyeld! Nem, ez nagyon komoly. Figyelj, várjál. Az igen, öcsém! Ez a idő, ez a magyar űrprogram. Bálát nem lehet dobni. Volt még itt egy tik. Hallod, nagyon sok tyúkunk van. Meg se tudom szávolni. Fölöbom a tetőre, jó helyen lesz az ott. Létre nem tudsz járkálni? Várjál, létre lejön rá a csáv, azért tikocska. Jó, nem? Jó, van, oké. Lehet, hogy újra kéne kezdeni, mert nagyon elcseszte a képet. És ilyenkor most ne haragudjál meg, de ez mi? Itt vannak a tojástartók, tesó. Jó, szemetes zsáknukú. Jaj. Igen, ide mutat, ugye, szedje össze a szemetet, de nem tudom mi az agyával a gába. Mert? Elcseszte a keeper, így szemetes zsákja. Azért ne haragudjatok, de nincsen valami izé. Oh, hogy tudok elbukni még egy ilyen játékba is, kacok. Egyébként azt kell mondanom, nem csúnya a grafika. Most kezdjük újra? Kezdjük újra. Ej, main menü. Main menü. New game. És csak new game van, nem lehetett menteni. Nem volt mentés? Lehet, hogy nincs. Hát akkor megérkezünk újra. Legalább a tyúkok azok életben maradtak. Na menjünk gyorsan. Körükön nézni. Gondolom ilyennek kellene kidézni. Ilyen volt akkor, amikor még emlékezünk rá. Ó, nagyon jó. Most figyeljetek, izé speedrunoljuk ezt az egészet. Brutál. Oda néz. Ha, na viccelj. Dír, 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 dír. Még egész sokat. Dír, 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 dír. Dír, dír. Oké, oké, létra. Hol a létra? Oké. Okay. Figyelj, most olyan profizmus lesz a itt. Nem tudjátok képzelni, hogy... Hol van a... Hol van a hammerem? De most komolyan, hol a hammerem ilyenkor? Kú. Ja, kú. Na. Figyeljetek, itt profizmus lesz. Arra figyeljünk, hogy bazze a szemetes zsákot kire dobjuk üresen. Mert akkor bebugol a játék. Hát ez egy ilyen game breaker hiba. Arra nem gondoltam volna, hogy el lehet cseszni ezt a játékot. Szerintem még ember nem rontotta el. Kipőnek sikerült. A gyerekek olyan hosszú ez a kalapács, hallod? 3 méterről ki tudod várni ezeket a dolgokat. Nem tudom, ilyen izé, ilyen kriket tütő, vagy mi ez? 3 méteres nyele van. Na figyeld, ide nézzé. Konkrétan innen ki tudom ütni ezeket is. Bocsánat gyerekek, egyébként tudom, hogy béna volt a képer. Hát azért tényleg, hogy a fenébe tudtam én ezt elcsinálni? Biztos írjátok, hogy ilyen hülyét még nem láttatok. Jogosan. De egyébként mit akard meg? Mit akard meg ez a játék? Itt tényleg nyugtalankodok, mi? Rédogálok. House Flipper. Oké, de oké. Ja, még van 17%. Hol a pöcsömbe? De ez nem tudom, ez nekem magas, mint egy lyuknak az ABC, hogy hol hagyom el? Gyerekek, hát komolyan mondom! Vagy meg vagyunk? Ja, ott a, ja, hülye vagyok, nem 17%, az a napi. A napi 17%. Futi van, futi van! Onnan nézzél, sprintelünk. Gyorsan felszórom a izolét. Hallod, a harmadik tasknál elcseszte a képer, elbukta egy kicsit. Ó, bocsánat. Kicsit nem jó ülök itt. Nem középen van a képer, fölírod. Ezzel van a probléma. És kicsit taktikusabban csinálom, úgy csinálom, hogy... Így. Látod? Egy helyben megoldom az egész tetőt. Érdekes. Alulról kell fölfelé rakni. Azért azt kitalálták, nem srácok? Hogy alulról kell fölfelé rakni. Nem vicceljél. De egyébként ezt is el tudja dobni így 2 méter távolságra. El se kell mennie, meg ilyen tök közel mentem az előbb, de nem tudom minek.
Figyelj, így báz. Szóval így akkor végig tud szórni. Fél tetőt. Hónom alatt van talán 500 darab cserép, ugye? Jó, nem szóltam, mert nem akarnám egyesével fölhordani. Valaki kellene, hogy adjál föl cserepet, tesó. Na, azért most kicsit kifinomultabb a kípőnek a stílusa. De ezt is meg kell tanulni, hát ne vicceljél. Ez komoly, komoly munka ez. Tetőfedés megy itt ezerre. Na, itt is. Itt olyan, egyébként ügyességi rész is van, kis platform feladat. Mert azt kell csinálnod, hogy folyamatosan egyensúlyoznod kell, mert csúszol lefele. Úgyhogy nem lehet itt elmohókodni, hogy megállsz a tetőn. Csúszik a dorgó. Biztos izébe vagyunk, strandpapucsba vagy nem tudom. Attól még a léceken szerintem nem kéne csúsznunk, hogy lejt a tető, de hát jó van. Jó, hát ez nem egy fika videó, úgyhogy bocs, ezt érte. Azt hiszitek, hogy az, de nem. Nem, egyébként biztos jó lehet ez a játék, csak még a keeper ehhez is hülye, ugye? Ezt nem tudom, alulul, nem érem el. Az a szerencse, nem kell kattogatni, hallod? Merő, elég, hogyha húzod az egeret azokon a részeken, ahol... Ami még... Nincs fölragva. De a tetőfedő, keeper! Egy rettentő jó csrác! A tetőn járkál és a... Tyúkot dobál! Hát... Rímelni nem rímel, meg a, de az ének hang az kárpótol szerintem benneteket. Jó van, komolyan kellene, komoly videósnak kell lenni. Már bazze, 69 ezer feliratkozóval gyerekek, nem így kellene viselkedni. Átváltsunk egy ilyen komoly stílusra. Na, csak hogy tudok ilyet is csinálni, figyeljetek! Jó napot kívánok, sziasztok! A mai videóba bemutatjuk a farmingos, felújítós játékot. A következő feladatunk a következő lesz. Ó, milyen izgalmas! Szemetes zsák! Ebbe kell összegyűjtenünk a szemetet! Jaj, de jó! Jó, nem tudom. Úristen, eltűnt a szemetes zsák egy pillanatra. Na gyerekek, most azt koncentráljunk. Mi a? Olyan messzire nem tudod felvenni. Sörös üveg. Az a lényeg, nehogy véletlenül kidobjuk üre, fél üresed, mert akkor... De most mi? Meg is tellett? Hát megtellett, bazze! Megtellett! És akkor ki kell dobni? Ki kell dobni, bazze? Ki kell dobni? Jobb eger gomba. Jó. Csak többet ne dobjunk ki, jó? Jó. De ez ki van számolva, gyerekek? Komoly ez. Oké, és ezt is ki kell dobni. Megtelt. Várja. Megtelt? Most ezt miért nem akarja kidobni? Hagyjál már, nincsen több. Figyelj gyerekek, itt 10 év, tömforgás. Jaj, de már megint. Jó, majd mindjárt visszajövünk, inkább összeszedem. Megint ugyanabba a hibába esett majdnem a képer. Így veszett el egy szemetes zsákunk. Na, jó, ezt is jobb gomba eldobjuk. Jó. Jó, nagyon jó, olyan jókat dobok, bazze, hát ez hihetetlen. 82 százalék, 85 százalék, 89. Ezt most lehet, hogy bele kéne dobni, de nem? Aha. Érdekes, most mindig van új szemetes zsák, bármennyi, az előbb meg nem volt. Valahogy be sikerült bebugoltatnom. Nem vett elő újat az előtt. És hol van még? Nem látok, ha? Nincs több. Hiába mereztem a szövőbet. Mi a pöcsöm van? Megint valami van. Megint beszívok vele.
Szedd össze a szemetet a bagbe, és itt mutassa, és nem látok egy büdös szemetet se. Ezt nem engedi ezt a tévét. Hallod, már megint befélelek ezzel, akkor megőrülök, megbondulok. Ezt nem szedi össze, nem szedi össze, nincs több! Nincs több. Nem tudom összeszedni, mert nincs több. Lehet, hogy bele kéne csórni őket. A kukába. Jój! És nagyon be... Na megint eltette, tessék. Jó. Nyomtam egy, vagy egy egérgörgő és eltette. Beledobom ide. Na jó, jó van, bele kellett dobni. Oké. Okay. Hol te item? A tévét kell kihozni, viszont nem. Ó, a rendet kell rakni. Ezt hova kell vinni? Ezt is azért szemetesbe? Ha, szemetesbe. Na, pedig ezt valószínűleg ilyeneket kidobálunk. Hát ezt még a marketplace-on megvendék. Az igen, belefért, jó volt. Ez a fotel, ez még hibátlan. Ezt úgy megvennék marketplace-on, jó drágán, de mi ezért pénzt se kapunk? Hát ez nem magyar valóság, az biztos. Ezeket mind ki kell hordanom, hát menj a francba. Ne! Nem akarom! Hordó, érted? Meg ilyeneket eldobálunk. Hát azért ne haragudjál meg. Ez tényleg egy őrgítő. Rendesebb fáj a szívem. Nem? Most érted, ilyen konnát beleütetem a virágot, vagy valami csoda. Na most mi van már? Gyere te velem. Asztal, négy lába van asztal, de nem cég. Mi az? Nem tudjátok. Vegyünk itt. De most mi ezt, ezeket mind el... Hát ezek hülyék, ha fölvágnám izének, gyojtosnak. Hát ez tényleg nem a magyar, nem a magyar mentalitásnak. Mert ez rendesen fáj a szíve egy magyar embernek ez, ettől hallod? Ez szerintem rosszabb, mint egy horrorjáték. Hát olyan frusztráció van, meg olyan izé, olyan kellemetlen érzésem, hogy ezeket gázpalackot, meg ilyeneket kidobálok. Ez is komoly! Hát sírok rendesen. Stokedli, figyeld! Hát valószínűleg, hát ez még jó lenne a konyhában, vagy akárhol is, vagy akármilyet. Tikot bontani rajt. Istenem! Tikokat beledobáljam? Gyere, Tik! Menj észre levesbe, most aztán véged van. Jó helyen vagy! Jó helyen vagy ott! Jó, vagy gyere, vegyél fötetűre! Az igen, az fölment valahova a padlásra. Beugrott a jözébe, a fészerbe. Ott van, beugrott oda. Jó van. Egyébként ezzel mit csinálok? Fölvágom tűzre, vagy mi? Nézd meg, ilyen... Teljes valami. Igen? Mit kell csinálnom? Föl kell söpörnem, hát ez női munka. És ezt kell csinálnom. Te Isten! Hát mire vetemettem? Még a valóságban sem szeretek takarítani, nem hogy itt. A gyerekek, a tikot forba vágom. Van óra a tiknak? Várjuk, ez még csak 75%, itt még van valami kosz. Nem látom. Zseblámpa, nukú? Ott a kosz. Úgy, még van valamunk kosz, kosz. Ki van takarítva, és hova kell raknom? Öcsém, van nálam minden is. Oké, plenteket kell a fal mellől, vagy faltól kiúzingálni, vagy mi csinál? Ja, innen kell letépkednem. Növényzetet. Jó van. Gyerekeket itt tenne rendes kénzalzsra. Úgy. Letépem. Szuper. Fölnőtte a gaz. Föl is elkezdi 50%. Hát ne haragudjál meg. Ne? Kicsit vag vagyok lehet. Ott még van. Úgy. Ahol ajtorgyárút tudom csak letépkedni, nézd meg. Ki van ezt találva? Ez a létve szerintem örökre itt lesz. Megvan ez is. Na!
80 deszka, meg 140 darab ide szög, meg vörös fösték valahol van, lehúna. Hogy izé kell rendelnem, de hol rendeljek? Ilyenél, az ilyenél. Product building, building materials. Rákattintottam, te soja. Hány darab plank kell, mit mondott? 180 és 140. Jó, 80 és 140, és hogy ilyetől lehet rendőrni. 80, oké. Okay. Kosárba? Hogy kell? 80. 140, pont ahogy van kiszerelésbe, és miért vörös, én sárgára akarom festeni. Direkt meg van csinálva, hogy a 100 dolcs le tud megvenni, mekkora idők mi. Ne, ilyen hülye biztos, mint a keeper. Oké, okay, igen, order. Tudod, ezt nem tudod megvenni, ki van találva. Hát valagára is vágtunk a pénznek, inkább itt tubóna, vagy valami, nem? És ez hova került? Ez holnap jön! Holnap megyek aludni. Hát ez mi, hova? Betonkeverőhöz? Vagy állatok vannak? Itt alszok? Hát gratulálok. Hát gyerekek, milyen világ van itt? Csodálatos, jó van. Na, rendelt cuccok elvileg meggyűjtek valaha. Hova jöttek meg? Mi az? Mi volt az? Tojás. Igen, autóval hozták? Hát aztán ki ez a verda? Azt a betyár, itt van benne a csávó, hallod? Jú, ezt tudom, ezt ismerem. Ez az izé. A becsület nepper. Hát nem hiszem el, azt hozta nekem az utcot. Jól van. Oké. Okay. Szóval most mehetsz, hogy valami legyen veled. Elmegy? Itt fog állni örökre. Valami még hiányzik, vagy mi van? Várja, még valami elvileg. Milyen? Nincs rajta semmi, tesó. Milyen? Fizetnem kell neked? Hello! Szevasz! A fösték? Hol a fösték? Ja, itt van, ide ledobta. Paintbox. Ho! Oh! Tényleg elment. Kíváncsi voltam volna, tikot oda dobom elé. Na, akkor mit kell csinálni? Jó. Szépen okosan emeld meg azt a szekretert. Ne, hogy beledobjuk a kukába, mert vége lesz a bulinak. Ebben a tikokat eltárolom majd, figyeld. De én nem azt akarom, ezt akarom kivenni, a tikokat meg belerakom ebbe a ládába. Tik, gyere ide. Állj meg! Ebbe tárolom a tikokat, nem mennek el messzire. Ki van talán, összegyűjtjük az összes tikot. A kettő tik megvan. Majd tikot látunk, ide beszorjuk, jó? Igen, hogy ennyi tik lesz. Oké, okay, figyeljetek, akkor mit kell? Destroy Dimension, és azt már tudja a képer, hogy idejével kell, kalapáccsal kell szétverni a dolgokat. Aha, ez kö... Hát ez figyelj, előbb kivel kiválasztottam a kalapáccsal. Dura. Jól van. De ki az a hülye, aki ilyen random deszkákat szegel egy ilyen épületre? 3 méteres kalapácsunkkal, figyelj, innen, oda nézzél. Hoppa, hát ez hány méter? Hát ez legalább 2. Na jaj, megmondom, ilyen messziről tudod. Ezért gratulálok, az a bokor. Onnan kiütöttem. Siker volt. Na mit kell? Válasszom ki a plankát, és akkor rakjam helyére. Meg a szögeket majd bekeverni, de most először a plankeket felszórom. Erre be. Hiányzó plankeket. De mondjuk, és itt fogok aludni? Kezdhetünk volna ott azzal, amivel ahol alszok, nem? De ne haragudjál meg. Valami kis kényelem legyen. Ezért kellett nekem 50 plank, amikor, vagy 70, amikor ennyi. És akkor hogy a szögeket is bele kéne rakni, ugye? Csapjad oda. Egy ütésre beütjük, gyerekek, nagyon kemények vagyunk. Meg egy darab szeggel szegezzük fel. Nem csoda, hogy széthullik ez a kotla. Meg így oldalról odaversz a szegnek, figyeld. Nem görbül el, hanem beüti. Akkor már legyünk kizék, autentikusak, hogy kell googolni. Figyelj, így. Látszod? Ezért. Hoppá! Pont eltaláltam a fejét.
lopakodva, hájdoljuk magunkat, tikok elül. Tikokat majd össze kell kapni még jobban. Fötesszük a kémény tetejére, jó helyen vannak azok. És ez miért kellett nekem? Ja, mert olyan csomagba kaptam csak a plenket, gondolom. Nem volt kevesebb. Van egy olyan érzésem, hogy még kell használnom. De ez a kerítést is itt nem például... Rájöttem! Hogy mi nem tetszik az ilyen játékokba. Hogy nincs, hogy nulla szabadságod van. Hogy így folyamatosan mondja meg neked, hogy hova nyomjál, mit nyomjál. Ez konkrétan egy ilyen... Egy ilyen küldöz ide-oda, és akkor meg kell nyomni dolgokat, nem? Most figyeljétek meg, egyszerűsítsük le ezt az egészet arra, hogy mit kell csinálni, ugye? Annyi, hogy ide küld minket a játék, és nyomjuk meg a gombot. Ugye? Szabadság az nulla. Neked gyakorlatilag nincs választásod, hogy mit akarsz csinálni. Bár lehet, hogy vannak free módjai ennek, de itt most jelenleg... Oké. Okay. És akkor most megberegették a vállad, jó, oda kattintottál. Nagyon ügyes voltál. És akkor meg kell keresnünk a sprayt. Sprayt, festék sprayt. Oda kell menni, oda kell kattintani, ugye. Ide kattintottál. Jaj, de jó, ügyes voltál. Ide kattintottál. És akkor... Empty. Elvileg hol raktam a festéket? Na most az meg nem... Aha. Move. Change color. Ó, oh, szerintem ezt sikerült. Oké. Okay. Ja, itt volt a szemetes zsák is, tudtam volna. Jó van, oké, okay, most már rájöttünk. Nem, és akkor leköfösteni? A 2%, azt a betyár. Ez kifogy valamikor? Jó. Fössük. Oké. Okay. Ajtót nem lehet betenni, mert mér is. Jó ez. Korrektül lefessük. Ott fönt is le kell. Na várjál. Mi van? Itt miért nem engedi festeli? Hogy először az egyes. Ezt a falat fessem le. Még annyi szabadságot se ad ám, érted, hogy ott festek ahol akarok, hanem... Fessem le ezt a falat, de jó, oké, lehet, hogy lefestődik automatikusan a többi. Jó, nem szóltam, nem sírok. Lehet, hogy valaki nagyon szereti ezeket a játékokat. Én meg itt tüzélek, rédogálok, mi? Na, meg is van. Ja, és akkor fessem le a második falat. Száll le a létráru, ne futkorásszál. Igen. Ez jó, mert itt van egy ilyen kerítés. Tehát itt nem tudsz átmenni, nem tudom, hogyan kellene. Úgy né, oda nézve. Ó. Sics, hopp, az meg volt. Azt mutatta, az is meg volt. Az is meg volt. Sics, ez is meg volt, jó. Ha, és most a harmadik falat, hol van? Ez lesz. Visz addig a pisztoly, vagy ide kell hoznom a létrát? Lehet, hogy ide kell hoznom majd a létrát. Hát, izélünk, megszérülünk szerintem. Izél, főleg a spraytű. Nem ér el addig. Hát én a létrát kell hoznom majd, basszus. Ugrok egyet. Pont nem éri fel. Jó van akkor. Akkor szerintem ide kell hoznom ezt a nyavalás létrát. Ajja, ide is. Ja, hogy mindenhol lehet rakni. Oké, nem szólt, abban szabadság itt, komoly dolgok vannak. Oda is át kell raknom, mert oda se érek el, de jó. Nem ér el odáig. Jó, vagy de miért nem ér el odáig? Ezelőtt elértünk. És az Istennek nem ugrik le erről a létráról. Nem, hát hol van még olyan, amit nem fújtam le? Na jó, megvan. Ez van vissza? Ez nagyon csodálatos lesz ez a épület ma. Ez megvan? Jó, hogy nem fogy ki.
Nem tudod elcseszti. Bár aztán lehet, hogy kifogy egy idő után. De amúgy tök jó, az szép lesz. Kész is vagy, gyerekek. Szép lett. Mit nyomjak meg? Valamit meg kell javítanom? Oké. Igen. Ha. Szögbeverése. Szögbeverése. Ez is ilyen konkrétan ilyen, mint egy ilyen mini játék, nem? Hogy ide kattogatsz, oda kattogatsz. Nem látom benne a kihívást. Nekem az... Ez jó, hát mondjuk tényleg egy ilyen chilles játéknak tök elfogadom. Az mi? Pénztárgép, Dick! Ó, itt lehet! Ja, hogy itt lehet árulni a dolgokat, gondolom. Valamit javítanom kell még. Hogy? Aha, ezeket kell javítanom. A polcokat kell összeraknom. Aha, ja, hogy ez ilyen store lesz, gyerekek. Akkor itt lehet, hogy az lesz, hogyha ezt megcsinálom, akkor itt lehet termeszteni dolgokat. Az viszont akkor már egyen jobb, nem? Úristen, de szőrös vagyok. Le kell borotfálkoznom. Csak nem akartam, ki akartam próbálni ezt a játékot. Már munkáján nézelődtem, hogy mi a stájsz. Gondoltam, megpróbáljuk. Ezt. Amúgy nem csúnya. Tök szép a grafika, tök ilyen élhető, én úgy gondolom. Közben mondjuk róla egy valami konklúziót, nem srácok? Ja, maga a grafika nekem tetszik. Eddig még nem nagyon találtam hibát. Ugye az én hülyeségem volt, hogy nem vettem elő a szemetes zsákot, gyakorlatilag végtelen szemetes zsákot van. Én még azt hittem, hogy elfogyott, nem kell volna újra kezdenünk. Ez tényleg a keeper volt a hülye. Oké. Okay. Még van egy polcom, szerintem az a baj. Van egy olyan érzésem. Hogy kell kilépni innen? Aha, jó. Ja, ez jó. Oké, okay, akkor mit kell? Keressek kukoricát. Kukoricát? De minek nekem kukorica? El tudom adni. Lehet, hogy itt lehet eladni dolgokat akkor ezután. Lehet, hogy ezt a időt elrakom innen. Oké. Okay. Etessen meg a csirkéket. Egyébként ide lehet, hogy vissza lehetne rakni dolgokat, az lenne tök jó. Mindjárt kipróbálom. Mert akkor ugye mind... Hát, de mondjuk... Hol kell megetetni a tikokat? És hol... Aha, ja, ide kiszórom nekik. Hát, így össze lehet kapni őket majd. Várja, a dobozban már van a tik, nem? Aha, hát ezek szerencsétlenek, ezek nem fognak enni így. Várjál, hármas gomb, hova szórjam? Ha ide szórom nekik, esznek azokat, jaj, jönnének oda, jaj, szerencsétlenek, na jó van, várjatok. Kiszedlek benneteket, mert ez így nem lesz jó. Kidöntöm őket. Figyeld. Jó van, kijött, oké. Okay. Ezt a dobozt, ezt le kéne dobnom, nem? Az igen. Elsőj már bele, vagy valami legyen veled. Na, még kellett nem csirkét, de hol? Ott. Ez nem lehetne esetleg egy kerítést csinálni nekik? Azt nem az egész udvarba köll a... igen, fel kell venni most a tojástartót. Ez múvoljuk. Nem tudom, beviszem valahova. Ide rakom szerszámokhoz, jó? Ide rakom a szerszámokhoz, és akkor vigyünk ilyen. Nem itt kell vinni? Ja, ott. Azt nem lehet bántani, csak azt. Ó. Szedjük össze a tojást, és akkor gondolom el lehet adni. Az lesz szerintem ebből kihozva. Oké. Okay. Igen, én gondoltam. Ja, föl lehet rakni a polcra. Aha. És akkor jön valami vevő, akkor gondolom. Aha, jaj, tök jó. Lehet árulni, és akkor oda raktad. Ez tök állat. Shoprack. Repair in France. Mi az a France? Mindig elfelel. Kerítés, ugye? Meg kell javítani a kerítést. Az mi az? Tyúkol. Ez szerintem tyúkol lesz. Big hammer kell. Skúval. Lír. Ezt megjavítom rendesen.
Ja, és ide is valószínű deszka kell akkor. Ha, a rosszokat kell leütögetnem róla. Nem is olyan rossz. Figyeljetek, ezzel még egy darabig eljátszogatom, maradjatok itt velem, hogyha gondoljátok. Ez egy ilyen hosszabb teszt lesz szerintem, megnézzük, hogy mennyit nyújt a demo. Mennyit lehet játszani vele. Na. Még a végén azt mondom, hogy nem rossz. Na és akkor prankek kellenek, ez tök jó, mert nálam van. És akkor gyors végigfutunk. Ugye ilyenkor nyomvatott gombot csak végig kell rohanni. Na, egy-két szeget el kell vernem. Érdekes, hogy ide két szeg kell. Azokhoz a hosszú deszkákhoz meg elég volt. Elég volt egy középre. Na, a pálma virály, te verem ezeket a szegeket, arra lemegy a ramp. Kettes, nél. Ó, te fiú. Ez hosszadalmas lesz. De már egy-két szög elmegy, még csak 5%-on vagyok. 4%-on. És lesz 10, igen. Akkor elvileg 20 darab ilyen van, mert egy ad 5%-ot. És akkor 5-ször, 20 ugye az a 100. Tehát akkor 20 darab deszkát kell, itt akkor összesen hány szeget kell bevernünk? 40 szeget kell bevernünk. Micsoda matematikai megfejtések. Egyébként ezzel a gozzal nem lehet, lehet, hogy kell füvet nyírni. Na, arra kíváncsi leszek, botos kaszát előkapjuk, gyerekek. Az a tyúkó se valami szép állapotban van, az valószínű meg kell javítani. Azért basszus, egy nap alatt megcsináljunk mindent itt, hát megbolondul a keeper. Na, most leszünk felénél. Az viszont hangulatos, hogy mennek a traktorok, meg ugye így be... térkép nincs, nincs. Hogy így behatárolt területen vagyunk, és körülöttünk zajlik az élet. És nem csak az van, hogy egy ilyen, úgy érezzük magunkat, mint egy ilyen elszeparált helyen, ahol gyakorlatilag nincs is körülöttünk semmi, nincs is létező világ, csak mi vagyunk egy ilyen mapon. Ez így egész jól meg van csinálva. Ez tetszik, amikor így megcsinálják, hogy ilyen hegyek, távol, minden. Igaz, hogy nem tudunk arra elmenni, valószínűleg. Ó, lehet order, lehet rendelni dolgokat, majd mindjárt megnézem. Igazából szerintem lehet, hogy inkább ilyen tutoriál rész, nem? És később egy picit elengedik a kezünket. Én arra gondolok, mert hogyha ez ilyen végig ilyen ide kattints, oda kattints játék, az viszont nem annyira érdekes, nem annyira kihívó. Az lenne jó, hogyha teljesen ugye megmutatja itt, hogy kell ezeket megcsinálni, és onnantól már teljesen teleket kell megcsinálni a következő épületeket, neked kell nyírnod a füvet, neked kell összeszedni a tojást, esetleg lehet gazdálkodni is. Hát figyeljetek, egy farmos játékban, hogyha nem lehet gazdálkodni, akkor az nem fog tetszeni. Bazza, egy szöget kihagytam, vagy egy palánkot kihagytam valahol. De hol az anyám valagába? Ez azért érdekesen raktuk fel, figyeld! Haját, oda nézzél! Igirbe gurba! Jézus úristen, hát ezt hogy raktam fel? Úri, kilógnak a szegek a túloldalon. Apám, hát azért gratulálok. Itt valami nem stimmel még, de mi nem stimmel? Repair, itt new planks. Kihagytam egy planket? Hát hallod, most itt... Ott volt egy, aha. Ott volt egy. Sőt, még akkor még kell egy plank, elvileg szerintem pont el fog fagyni. Hol hiányzik egy plank? De hol az agyámba? Hát nem látom, tesó. Hát nem hiányzik se a szeg. Hát de, jaj, de hogy néz ki az egész, nagyon csupos. Valahol nem vertem el egy szeged, vagy... Basszad, megőrülök!
Nagy gazba nem látom szerintem. Vagy mi az anyja úristen? Gyerekek! Meg megint megbalandulok itt. Látok, legugolok. Megnézzük allul. Ah! Itt egy szegbe az, aki áll. Jó van. Oké, catch. Aha, időken. Szedjük össze a csirkéket, szorjuk ide be, azt írja. Oké. Ez kösz. Kösz. Csirke? Lol! De egyébként akkor tök jó, hogy össze kell őket szedni. Legalábbis remélem, azt írja. Aha, akkor 8, 4 darab csirkeink van. Nem, 5 darab csirkeink van. Jó, de viszont vicces, hogy meg lehet őket fogni, tetszik. Na még jó, hogy nem dobáltam ki az útra őket most. Lehet, hogy a... szerintem azért kellett, ugye, hogyha véletlenül elkoborolnak a csirkék, akkor így az etetéssel vissza kellett őket húzni. Tehát lehet, hogyha kidobott az útról is visszajöttek volna, hogyha itt etetés van. Azért gratulálok, hogy a tikot lehet forgatni a levegőbe. Jó, megvan. Ja, mit rendeljek? Szardiniát? Mi, hülye vagy? Az minek nekem szardinia? Mit csináltál képőr? Szardinia az minek nekem? Az mire jó? Jó, rendelek egy szardiniát, tesze. Oké. Okay. Na, megyünk aludni. Jó. Nézzük, hogy még mit fog történni. Itt öcsém, azért ezt megcsináljuk. Itt rendet teszünk, az egy helyiség a jó, működőképes. Na, csicsikálunk egyet, azt meglássuk, hogy mi van. Na. Igen. Ó, most másfajta hozta, figyeld. Most másfajta hozta, mert ez ilyen kaja. Ó, oké, hoztunk időt. És akkor hova kell vinni? Ú, fügyírót kell megkeresni. De várjál, mit csinálják ezzel a szardiniát? Miért kellett nekem egy szardiniát? Miért kellett egy lára szardiniát? Azt mondjátok meg, ezt is ide rakom a francba. Esze. Na, fűnyíró. Domilós. De nincs hangja, hallod? Milyen elektronyos? Elég hülye néz ki, mi ez? Ez nagyon szét van csúszva, tesó. Aha. Nyírja meg a füvet, kösz. De hol? Nem mindegy, hogy hol szerintem. Aha, arra. Hát de ennek a grafikája egy kicsit el van törve. Már törte a kivet. Aha, itt nyírja a füvet, el. Oké. Okay. Nyírom a fűjed. Eszi a Dominit rendesen. Hát ezt beszarok neki. Hát ez ide kell penge. Nem lehet ezt itt. És miért kellett lenyírnom a fűjed? Hát de itt van egy ilyen ide is. Ide van dűve a fa. Ez igen. Egész jó. Damil teszi rendesen, akkor a csekmed van. Pöngét vagy a fűrészt föl kéne rakni. Elvileg ezen belül kell legyírni, nem tudom, hogy miért. Ne kérdezzétek. Van hangja, basszus. Úgy nem olyan rossz. Egész jó meg van csinálva. Tök jó, a frissen nyírt fű az egész jó néz ki. De hogyha itt nem szédülsz meg, akkor soha, sehol. Ó, meg is történt. Jó, le van nyírva, igen. Tisztítson meg a parkolót. Hú, tök jó. Várja, és akkor vigyem ezeket innen, gondolom el. Ez egy láda. Ezt is marketplace-en az 20 000 forint. Sima. Nem tudom eldobni. Valami kis kocsim nincsen? Mindent kézbe kell hordanom? Ez valószínű, össze kell vágnom ezt a fát is. De most ne arra ugyatok meg, ilyen megy a szemétbe. Hát normálisak ezek. Tényleg rendesen fizikai fájdalmat érzek, hogy ilyeneket elbálok. Aha, és akkor jönnek gondolom a vendégek, ide beállnak, és akkor veszik a szardiniát. Eladjuk a szardiniát dupla áron, gyerekek. Nézzé, bio szardinia. Minek kellett azt... Hallod, nem tudom, minek kellett. Aha, chain... Save, vagy shove.
Az nem fordítva fogjuk ezt? Na, tankomnyi nem kell. Vágjam ezt a fát. Csireg, elég egy csörög, gyerekek. Hajtókaros, vagy nem, hajtókarcsapágyas. Ott nem vágja, mert elvágom én. Nagyszerű. Deszka lett belőle, beszarsz neki. Azért gratulálok. Halljátok, deszkát csinálok egyből a izéből. Fából. Az fasza. Csak el ne lopják. Oké. Ez milyen fűrész, basszus? Valami ős régi, még ilyen fém vázas. És ezt közt hogy kell összekapni? És akkor ez planknek számít nekem? Aha, összeszedi planknek. Ez jó, jó. Oké, parkoló tiszta. Még van valahol? Vagy mi van? Aha. Ne van egy csík. Jaj, még a csirkeolat csináljam meg. Hogyan? Ugorjak be? Ó, te. A szövetek állja meg, hogy még ezt is javítgassak itt. Ez jó, majd pont hiányzott, mi? Meg még szegeljek már, meg mennyit kell itt dolgozni, hallod? Itt ez durva. Itt aztán meló van. Itt is le kéne írni a füvet, mi a nagy gaz. Szerintem megvagyunk, be kéne kalapácsolni. Szögeket beverni. Szóval nem vagyok kibékülve, hogy semmit nem lehet mozgatni, ha minden ilyen nagyon statikus. Hogy itt tudom én, ezt neki mész, akkor nem történik semmi. A tikóle. Tikóle. Disznajakon is vannak, vagy mi van még? Márha? 76%. Na, itt meg vagyunk lőve megint. Megint nem stibből valami plenket kell valószínűleg. De hova? Hova? De hova? Hova, hova? Ez itt miért? Ez nagyon csúfosú rész ki, hallod? Na, megint izé van, megint fönnforgás lesz. Aha, jó, ott fönt. Mindig elő akarom verni ezt a nagy habbert, azt azzal ütni be. Elég vicces lenne. Mindig 94% valahonnan hiányzik egy deszka. De honnan? Innen. Megvan, és javítsam meg ezt, hogy több tojás legyen. És hogy az anyámba? Új, hát ezeket össze kell rakosgatni. Oda néz. Tikokat erre vigye a rókakóba. Ezeket mind megigazgatom. Jó, biztos be kell verni majd szegeket is. Azon üdegelnek a tikok-e? Kakasüllő. Kakasüllő, mi úgy neveztük. Megvan. Ez mi volt? A szeget el ne dobáljam. Oké, okay, open store. Milyen open store? Mivel nyissam meg a store-t? Open, jaj, nyissam meg az új store-omat. Jaj, de jó, üzleti dolgok lesznek itt. Itten van a parkoló, ide tud állni az Angilali. Na, hogy kell megnyitni? Oh, open. És akkor jön, azt a betyára a lód, megjöttek a tartarosok! Doktorra járnak a bódba, azért gratulálok. Itt aztán vannak izé vérbeli parasztok, úgy látom. Az öcsém úgy néz ki, mint a izé faugrakéta. Ez mi ez, egy csillagmotor, vagy mi van ebben? Nem hiszem, hát, mi ez, izé, W12? Ahol meg a izében is megjött a csávó. Eladjuk a tojásokat, hogy ne annánk. Az, tessék, itt van. Ha egy kicsit elég brutál, nem? Ez kapja az elejét rendesen föl. Na nézzük meg, hogy milyen helyzet van, eladjuk a tojásokat. Hello, szia, szevasz! Hú, csak egy tojás van, hallod? Ne ám megveszítik az összeset. Azt a figyelj, ez jött a traktorral? Figyelj, nagyon gondolkodnak, hogy mit vegyenek. Figyelj, egy darab tojás van, ez a kínálat, ezt tudok szolgálni. Meg még kettő a csajnak van a lábam között esetleg, azt ennyi. Csávó, elviszed azt a tojást.
Na, ja, itt van rakodik. Na, mit vesző? Hú, hogyan kell ezt azért működtetni? Jó, van, na várja. Mi, kettő tojás hogyan vettél egyszer? De belerakjuk el, vagy hogy kell belerakni? Te Isten. És ebbe én rakja bele neked? Összetörik, amire valami lesz. Na. Üte. Hallod, jött még valaki? Jaj! Itt komoly dolgok vannak, nem tudom, hogy kell belerakni ezt. Jihogy? Igen, most rakhatom a zsákba, oké. Okay. Csekkenti. De most mi ez? Egy karton tojást? Honnan szerezek? Honnan szere... Jézus, te Isten, mi van itt? Megint bejött egy csávó, hallod? Megjött a izé, a tudod ki. Hello baby, tojás érdekel? Menjen a tojás a bagbe. Hú, tele leszünk. Ennyibe kerülnek ezek a... Honnan lett a tojásunk? Ne kérdezzétek. Szia, szia, szevasz! Mizújság van. Nyomjuk a tojást. Bagiba bele. Még egy tojás. Nem tudom képzelni, honnan van ennyi tojásom. Még egy dobozza volt. Meg is vagyunk. Figyelj, csávó, annak neked már nem maradt. Mehetsz hazafelé. Ott mennek haza gyerekek. Tipor, itt Tipor. Ú, basszus. Mi van itten, srácok? Figyeld! Hőhe! Álljál meg, bazzel! Te voltál a tojás? Érdekel-e a tojás a képernek, vagy nem érdekel? Azt a gyerekek! Hát ez úgy ül a... úgy ül a traktoron, mint a lovon, hallod? A váltót bevette a lába közé, csak mekkora terpesz? Nagyon komoly. Retro traktorra megérkezett. Meg, a, mi ez a nagy biznisz? Hallod, össze kell szednem a tojásokat. Meg itt mennek... Hát átmennek a telkemed! Hát kik ezek? Hát nem tudod, hogy mit csinálsz? Tesó, várják kell hozni tojást meg, mert itt izé van. Nagy üzlet van. Kilátásba. Mindjárt várjál. Kell vinni még tojástartót. Ezt összeszedem a tojást, eladom. Nagy bizniszben vagyunk. Hallod, ezek tiporják szét itt, mind, mennek keresztbe hosszába. Beszarok neki. És ez mit csinál? Jó, de áll a parkolóban. Nagy tojás, nagyon gyorsan kell. Nagy üzlet van, tojás üzlet. Gyorsan, gyorsan, gyorsan! Futás, 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 futás! Futás, 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 ide, 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 gyorsan, mert nagy üzlet megy! Hozok még tojást, addig ráérnek, nem a gyerekek? Mindjárt jövök! Hallod, még a rendőr is meggyűjt! Még az is tojás lesz! Nem lesz elég tojást tartom, körendelnem szerintem. Jó van, csáv addig! Futás, 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 futás! Tikokat nem? Nem veszi meg? Kör még venni tikot! Hatalmas nagy üzletbe leszünk, milliárdosok leszünk. Ó! Jaj, vége a demónak! Nem már! Na franc egye meg! Pedig már, amíg a legjobb élvezetes része van az egésznek. Ó, srácok, ennyi volt a demó. Hát ez nem is olyan rossz. Lehet, hogy ebben lesz, ha lesz megfelelő content benne, hogy így lehet termelni meg minden, akkor ez tök jó lesz. Az elején én el voltam csüggedve, hogy ez annyi lesz, hogy ide-oda küldözgetnek minket, és akkor kalapács meg minden, de szerintem itt egész jó dolgok lehetnek ebből a játékból. Na, nagyon szépen köszönöm a figyelmet, remélem tetszett nektek azért ez a kis videó, ez a kis szösszenet, ahol így elökörködtünk. Tényleg köszi, jók legyetek, sziasztok!